4-1-re nyert a Szeret Galántán, pedig még 1-0-ra vesztésre állt. Lérent Pétert arra kérem, hogy egy picit mosson ki engemet a blamásból baráti alapon, mert ugye az történt, hogy én élő közvetítésben Mészáros Bandit bekonferáltam, aztán egyszer csak eltűnt a pályáról az ivószünetet követően, aztán megint visszajött, és azt mondtam, hogy elnézést kérek mindenkitől, hogy összekevertem Mészáros Bandit, pedig ő volt először is a pályán, szóval mi volt ez a 10 perces csere, Peti? 24-en vagyunk, szóval hát 2-11-esre jött ki, szóval kellett, hogy Bandi is lement 27-8 perc után, és aztán meg visszament elvileg 10 percre, szóval kellett, hogy cserélj, hogy legyen neki is perce, és hogy mindenki játszon, szóval. Ha már iClinicról van szó, akkor nem kell mennem szemorvoshoz ezek szerint, hanem bíznom kell magamba, szóval köszönöm szépen, Peti. Egyébként a második félidővel gondolom azért 70%-ban elégedett lehetsz. Pazar gólokat lőttetek, 4-1-re nyertetek, bár ez az ellenfél ugye úgymond könnyű volt, de hogy értékeled így pár nappal a rajt előtt? Hát igen, első fél időt előleg 70-80%-ot játszottunk, akik próbára jöttek, és második fél időben játszottunk, akik már gyerekek, akik itt voltak, és stabilak elég a keretbe. Szóval lehetett látni is, hogy jobb volt a játék is, jobb gyorsabb, de hát ez természetes, hogyha a csapat első fél időben nem volt összeszokva, hogy nem volt annyira jó az első fél idő, de hát meg vagyunk elégedve, láttuk, amit akartunk, és az a lényeg. Köszönjük szépen, és majd Dunaszerdáján találkozunk. De nem a Szerednek fogok drukkolni. Igen, tudom. Köszönöm.